Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Vendégem dr. Lengyel Boglárka, gyermekorvos, homeopataorvos, és a mai témánk, a közös beszélgetésünk az a gyermekek egészsége, hogy hogyan kommunikáljunk a gyermekek egészségéért, egy egészségtámogató kommunikáció a mindennapokban. Hogy milyen létfontosságú a kommunikáció, ezt minden nap tapasztaljuk, te is a munkád során. Mérhetetlenül fontosnak tartom mind a mintaadás szempontjából, mind pedig a programozás szempontjából, hogy amiről beszélünk, az nem csak egy hullámrezgés, ami átmegy, amit én mondok most feléd, hanem mögötte van egy gondolatiságom, és optimális esetben ez ugye egy fényegyenesre esik, tehát hogy tényleg azt gondolom szülőként, amit mondok felnőttként, és ebben az esetben kiemelt fontossága van annak, ahogy ez egy gyermek felé megérkezik, még egy emberpartner felé is, tehát felnőttként is tapasztaljuk, hogy mekkora jelentősége van az őszinte tekintetnek, hogy érzékeljük, hogy a kommunikáció mögött milyen gondolatok vannak, hogy ez tényleg partiba van-e azzal, amit mondok, vagy tótágas másik irányba mutat, és akkor ez egy ilyen nagyon furcsa, ilyen megszakadt, skizoid jellegű állapotot idézhet elő, akár a gyermek felé is, hogyha ő folyamatosan mondjuk azt érzi, hogy az édesanyja teljesen másra gondol, mint amiképp kommunikál felé, vagy fordítva, és ő neki nagyon nehéz reagálnia erre, mert vagy arra reagál, amit gondol az anyukája, vagy az édesapja, és akkor nem teljesítette azt a parancsot idézőjelbe, amit kértek tőle, vagy hogyha arra parancsra reagál, amit kommunikáltak felé, de az nincs mondjuk összhangban a gondolatisággal, akkor ez lehet, hogy a szülőben belül valahol egy dühöt, vagy egy indulatot vált ki, ami mondjuk folytott marad, vagy rejtett, de mindenképpen valamilyen formában ez kijön. Tehát, hogy nagyon lényegesnek gondolom én, hogy erre odafigyeljünk, mert igenis a mintaadásunkkal hozzájárulunk ahhoz, ahogy majd a gyermekünk a későbbiekben akár velünk szülőként kommunikál, akár a társadalom tekintetében. De hogy látod ezt? Ahogy hallgattalak téged, arra gondoltam, hogy én ezt orvosként és anyaként is teljesen alá tudom támasztani. Akkor, amikor megszületik egy kisbaba, akkor hajlamosak az orvosok azt gondolni, hogy lélegezzen, jól dobogjon a szíve, odaadják az anyukájának, és megnézik, hogy milyen a szopóreflexe, de az a tapasztalatom, hogy ennél többet, ja igen, most ne fázzon, de hogy ennél többet nem gondolnak erről a kisbabáról, holott a gyerek csak kicsi, de sokkal érzékenyebbek a receptorai, mint egy felnőttnek. Attól kezdve, hogy megszületett, de sokkal korábban is, már az anyaméhben is. Tehát a gyerekkel való kommunikációról, akár embrionális, vagy még a megtermékenyítés előtti pillanattól is gondolkodni kellene. És akkor, amikor meg megszületik, és ezt a testet a kezünkben tartjuk, akkor meg még inkább, hiszen akkor néz ránk, és azonnal leveszi, hogyha valami nem stimmel. De tényleg. Akkor, amikor az én nagyobbik gyerekem megszületett, és a kezembe vettem, akkor láttam, hogy végignéz engem, és láttam a tekintetében, hogy azt mondja, hogy jó lesz. Aztán azóta sok év telt el, én nem csak már a saját gyerekeimmel, hanem mások gyerekeivel is találkoztam, és látom ezeket az üzeneteket a szemükben. Tehát, hogy jó-e az, ahogy én fordulok felé, komfortos-e az nekik, és hogyha megfelel rátok hangolódni a gyerekre, már pedig én úgy csinálom, hogy ráhangolódom, ezt itt megszűnik a világ, és nagyon jellemző az, hogy nem is a szülőkkel beszélgetek, hanem a gyerekkel, még akármilyen kicsi is, és hangtalanul is, akkor látom rajtuk, hogy
mennyire engednek be az ő terükbe, mennyit akarnak elmondani nekem saját magukról, és lehet, hogy egy-egy vizsgálat alkalmával nagyon keveset, aztán, hogy haladunk az időben egyre többet, de ezt nem lehet megúszni. Tehát ahhoz, hogy a gyerekemmel megfelelő kapcsolatban lehessek, vagy azt, hogy egy kisbabával, akit hozzám azért hoznak, hogy nézzem meg, hogy működik a teste meg a lelke, ezt nem lehet megúszni. Tehát ezt az odafigyelő kommunikációt nem lehet megúszni. Vannak, akik próbálják, de ott félre fog csúszni. Tehát megkerülhetetlen az, hogy valóban a gondoskodás vállalásról beszéljünk, és nem egy gondviselési, tehát hogy itt nem gondot, terhet viselünk, és megússzuk a mindennapokat, vagy ez a jó, csak éljen túl még a délután, majd este lefektetem a gyereket, és jó lesz, meg majd, ha hazajön az apja, majd megbeszéljük, hanem tényleg beleállni a térbe, és őt látni. Mit jelent szerinted pontosan ez, hogy őt látom, hogy ráfigyelek, hogy jelen vagyok, hogy ott vagyok, vele vagyok? A szülő-gyerek kommunikációban vannak ösztönös dolgok, és vannak tanulandó, vagy tanulható dolgok. Tehát azt nyilván meg kell tanulni, és jó, hogyha tudja egy szülő, hogy milyen egy gyerek szíverése, milyen az, amikor rosszul érzi magát, testileg érzi magát rosszul, nem elég az oxigén a vérében, hány ingere van, lázas. Tehát ezeket az egyértelmű jelzéseket meg kell tanulni, hogy mi mit jelent. Ez az anatómia, az élettan, ami minden ember működésének az alapja, az anyagi működésének az alapja. De vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet tanulni, amiket érezni lehet, és egyre jobban ki fog fejlődni a szülőben az az érzés, mennél több időt tölt a gyerekével, ami az ő egyezményes jelrendszerük. Hiszen vannak láthatatlan rezgések, vannak láthatatlan üzenetek, az, ahogyan egy anya 2-3 szobával odébb is meg fog ébredni, amikor a gyereke úgy veszi a levegőt, vagy nem veszi a levegőt, vagy éppen ugatósan fog köhögni, vagy éppen hány. De vannak olyanok, amelyek egyezményes jelrendszerek, ezek a jelölések, amiket aztán majd a közös élet során együtt dolgozunk ki. De az a lényeg, és az a fontos, és ezt nem kell feltétlenül akarni, csak rá kell hangolódni, hogy ezek igaz jelek legyenek. Tehát a gyerek az igaz jeleket fog közvetíteni, ha rosszul van, ő azt fogja közvetíteni, hogy rosszul van. Az a gyerek nem rossz, azt a gyereket nem lehet elrontani, hogyha egy ilyen rosszul vagyok, segíts rajtam jelet küld, és én őt fölveszem, és hordozom, és ha kell, akkor hetekig, hónapokig mellettem van, rám van kötözve, vagy vele alszom, még akkor is, hogyha a külvilágon bárki bármit mond, mert én nem elrontani fogom, hanem abban az időpillanatban, abban a periódusban az ő természetes és tiszta igényét fogom kielégíteni. Tehát nem szeparálod, nincs benne, nyilván ez egy alárendeltségi viszony, de a szó legeslegjobb értelmében szolgálom őt, tehát azt a fajta szolgálatot teljesítem, ami igazán az univerzum törvényei szerint, tehát hogy igazi természeti törvények szerint való szolgálat, hogy anyaként úgy állsz hozzá, szülőként, orvosként úgy állsz hozzá, hogy az ember minőségében méltó legyen? Igen, méltó igen. Legyen. Nem bírálom az ő jelzéseit, nem akarom felülírni, nem akarom én beértelmezni azt az ösztönös és természetes jelzést, amit a gyerek küld felém, mert abban a pillanatban elcsúszik. Tehát nem ítéled meg, nem bírálod meg, még akkor sem, hogyha ez egyértelmű, hogy ez a saját komfortodon kívül esik ez a dolog sokszor, tehát aki éjszakázott már gyerekkel, az tudja, hogy ez egy abszolút komforttalan dolog, tehát senki nem mondta, hogy könnyű lesz nyilván, de hogy ez egy szívbeli felajánlás, egy igazán szívtérből adok-kapok játék. Egy színdarabnak is mondhatjuk talán, nem? Tehát, hogy felvettem azt a szerepet, hogy gondoskodásvállalóként, szülőként, orvosként beleállok ebbe a térbe, és a legjobb minőséget szerint segíted, és érted meg, és közvetíted azt az információt utána, ami szükséges neki. Igen, 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 pontosan így van. Tudom, hogy a gyerek életében vannak időszakaszok, és igényszakaszok is vannak. Tehát mindig más és más igénye van. Vegyél föl, tegyél le, legyél mellettem, adjál lenni, ne adjál lenni, távolodjál el, utállak, ami majd a serdülőkor időszaka, amikor
Amikor le kell dönteni a szülőt arról a magas, mindenható szerepről, amiben hosszú ideig volt ahhoz, hogy utána egyenrangú kommunikáció legyen. Tehát ez egy ív. Ebben az ívben, hogyha minden egyes szakaszt belülről, szívből tisztán megélünk, akkor a gyereknek segítünk ezeket a szakaszokat elhagyni. Úgy elhagyni, hogy nem marad belőle hiány, amit aztán cipel tovább, és próbál egy következő életszakaszban, amikor már nem az a feladata, mint amit hurcol tovább, amit húz tovább. Mert már az új szakasz meghaladta a régi szakasznak a feladatait, de mivel abban a szakaszban ez nem teljesült, ezért húzza, hogy tovább, hogy hát, ha majd valamikor ő megkapja ezt. Csak ezt próbálja betölteni, ezt a hiányt, igen. Tehát hogy megindul egy hiánypótlás. Így van, és akkor bele tud ragadni abba az orálisan fixált szerepbe, vagy a tarts közel magadhoz, vegyél föl szerepbe. Volt ezen már, hogyha azt az évet meg tudja futni, ami a természet íve, akkor ez nem lesz. Vagy akár az elutasítottság szerepében is? Tehát, hogyha igen. Ők mondjuk szeparálták, sok szeparációs szorongás érte már, a menj be a szobádba, meg lerakunk, meg nem alszom veled, mert már nagy fiú vagy. Mert már nagy vagy, igen. És nekem nem kényelmes, meg én nem tudom, a feleségemmel szeretnék, meg az apáddal, meg... Tehát, hogy tulajdonképpen tévesen tehetünk olyan lépéseket is, ami ugye mérhetetlen szeparációs szorongást okoz, és akár ebbe is bele lehet ragadni, hogy utána majdan az ő, ugye mert felveszi ezt a mintát, hogy hát így jártak el a szülők otthon, akkor nyilván ő ezt nem kérdőjelezi meg, hogy helyese vagy nem, érzékelés, legfeljebb kiakad rajta, de mint minta, mint információs minta felveszi, és esetleg a későbbi saját szociális kapcsolataiba ezt újra játsza. Igen, akkor, hogyha ez a minta rendszeresen ismétlődik, de hogyha ott van a tudatos szülő, tudatos és egyszerre érzékeny szülő, aki látja, hogy szép ez az ív, én tudom, látom, hogy most föl kéne vennem, le kéne tennem, végtelenségig hordoznom, de hát nekem sem megy. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, hogy én ezt látom, tudom, de nekem sem megy mindig, bármennyire is szeretném, elfáradok és nem megy, és lehet, hogy bele fogok csúszni egy olyan állapotba, ami esetleg fölhozza annak a sejtését, hogy szeparációs szorongásra lesz a gyerekem. Egyrészt életkorilag is van normális szeparációs szorongás, de bizonyos helyzetekben, amikor mondjuk a szülő nagyon fáradt, és azt mondja, hogy elegem van, én már ezt nem akarom csinálni, most légy szíves, menj be a szobádba, mert már nem megy. Tehát joga van a szülőnek a saját határait a megfelelő módon megmutatni, és önmagát képviselni. És akkor jó, hogyha az apa vagy anya tudja, hogy én most azt csináltam, hogy? Azt csináltam, hogy engedtem, hogy szeparációs szorongásban legyen a gyerekem. De mivel én mind tudom, hogy mit csinálok, akkor ki is mondhatom azt, hogy figyelj, én nem, tehát hogy most tudom, hogy most beküldtelek, tudom, hogy most ez neked rossz érzést jelentett, én azért tettem, mert, és ez nem kimagyarázás, ez nagyon fontos, hanem értelmezem az adott helyzetet. És akkor lehet közvetíteni a gyerek felé, hogy ez most nem volt egy tutira jó reakció, de erre voltam képes. És ezzel nem fölmentem magamat, hanem egyszerűen tényként közlöm, hogy hát megbotlottam, nem jól csináltam, mert azt, hogy én most érzékelek dolgokat, vagy érzékelem most az évet, amit nagyon szépen végig kéne járnom, és szívvel közétek, attól én még hibázhatok. Attól én még szülőként tehetek olyat, amivel mondom, fölsejlődhet annak a lehetősége, hogy itt most tévútra megy el a dolog, de mivel nem rendszeresen csinálom, nem egy olyan habitusom, egy olyan attitűdöm van, amivel csak azért is erőszakosan önérvényesítek, és elnyomom a gyerek természetes igényeit, akkor megmarad egy ilyen billegés, mert az úton is úgy megyünk, nem egyik lábunk, másik lábunk, nem két lábon mindig stabilan ugrálunk tovább az utunkon, hanem hol egyik láb, hol a másik láb, és folyamatosan egyensúlyozunk. Ha a gyerek látja ezt az egyensúlyozásra való törekvést, és látja azt, hogy van egy kellemetlen szituáció, amiből a szülő ki akar menni, és a kimenésnek van egy szenvedése, van egy útja, van egy botladozásokkal teli, de kiegyensúlyozásra törekedő vonala, akkor a gyerek látja, hogy mi
Tehát, hogy megoldáscentrikusak vagyunk. Tehát látja a problémát, de nem problémacentrikus, hogy abban beleragadjak, és csak azért is azt fogom csinálni, mert én tudom az igazat, hanem látja azt, hogy megoldás felé törekszünk. És a megoldás felé törekvés az nem egy könnyű dolog. Most mondta egy nagyon fontos dolgot közben, amivel szerintem segítséget nyújthatunk pluszba a szülőknek, vagy meg lehet támogatni a kommunikációt, hogy ahelyett, hogy beleragadok a szituációba, és azt képviselem, közvetítem a gyermekemnek, elmondom neki, hogy miért teszem, vállal, vagy nyilván alapvetően onnan indul ki, hogy vállom a felelősséget, hogy ez a saját döntésem, én önazonos vagyok azzal a döntéssel, ez nagyon fontos szerintem, hogy ő érezze, hogy ennek van egy határozott alapja, tehát ez nem egy légből kapott dolog, hogy ma határozottan ezt mondom, holnap meg a másik fej. Tehát, hogy van egy következetes igazmondás ebben, de hogy elmagyarázod neki, hogy miért teszed úgy. Tehát, hogy igen, itt a határom, itt a vége, és én úgy vélem, hogy ebben az esetben maga a minta, amit fölvesz, az, amit te is mondtál, hogy pont a legjobb eredményt érjük el vele, még akkor is, hogyha ez egy rögös út, meg akkor olyan kínszenvedősnek tűnik, de akkor is a gyermek azt tanulta meg, hogy jó, jött egy akadály, jött egy probléma. Édesanyám, édesapám lehet, hogy vértizzadt, hogy ezt megugorja ezt a dolgot itt velem karöltve, de azt látom, hogy nekik azon kattog a rendszerük, hogy hogyan oldják meg, hogy hogyan jöjjenek ebből ki, és elmondják nekem, hogy igen, van konfliktus, azon dolgozunk, hogy oldjuk meg, és akkor rögtön mindjárt a mintaadás az én olvasatomban az, hogy akkor felnőtté tud válni az a gyermek azzal a programmal, hogy hogyan igen. Ahelyett, hogy állandóan azt kapná, hogy miért nem, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, nem szabad, ne. És szeretném, ha erről is egy picit beszélgetnénk, hogy mi a véleményed arról, hogy mennyire előrevívő, káros, építő jellegű az a rengeteg ne tiltószó cselekvőigével. Mit gondolsz erről? Én szeretnék megosztani valamit a nézőkkel, hogy képzeljétek bele magatokat abba a szituációba, én ezt kimondom, hogy ne gondolj a lila elefántra. Tudom, hogy nagyon közhelyes, de szerintem képies és mutatja ennek az egésznek a lényegét. Természetes, hogy mindannyian egyből egy képet megjelenítünk magunk előtt, ami a lila elefántról szól. Szerintem hasonlóan van ez a gyermekeknél is, meg ezt tapasztalom, hogyha én állandóan letiltom, de hozzá ott van a cselekvőgéz, nem állsz föl oda, de nem magyarázom el mögötte, hogy azt szeretném, hogy így vagy úgy csináld, nézd, így lehet, nézd, menjünk oda együtt, megmutatom, csináld így, ezt a mozdulatot lehet, odamászni lehet, onnan itt tudsz ugrálni, azt kérlek, hagyd abba. Vagy ha nagyon rugdosni van kell, akkor gyere, menjünk ki, rúgjuk a labdát együtt, vagy itt ezt és ezt lehet, azt meg tilos, hogy azt hagyd abba, azt kerüld el. Ugye ennek a jelentőségét hogy látod, hogy mennyire tudsz hosszú távon építeni a gyermeki elmének azzal, hogy ebből a szempontból egy számára méltó és konstruktív kommunikációt folytatsz vele? Akkor, amikor előáll egy helyzet, amiben mondjuk egy mászókára, mászásfára mászás, vagy jön a hideg idő és a sapka, a sál és egyéb, akkor tulajdonképpen egy megoldandó szituáció elé kerülünk. És akkor visszautalnék arra, amit mondtam, hogy akkor, amikor azt mondom, hogy nem állsz föl, nem menj ki rövidújú ruhában, ezt ne csináld, azt ne csináld, azt ne csináld, akkor a problémára fókuszálunk. Akkor, amikor azt mondom, hogy itt a sapkád, és ez nagyon szép, és húzd fel a fejedre, akkor meg a megoldásra koncentrálunk. Tehát a probléma és a megoldás fókusz az így folyamatosan változik. Azon kívül a gyerek, amikor azt mondjuk, hogy ne mászd fel, akkor neki a ne, az eltűnik. Nem hallja. Azon, hogy mászd fel. Ez olyan, mint amikor ne sírj. Leesik valaki valahonnan, megsérül, és oda viszont azt mondja, ne sírj. Az marad meg neked, sír. A ne, az elmarad. Ez ugyanolyan, mint amikor azon, hogy megmondtam, hogy majd meg fogsz sírni. Ugye én megmondtam, hogy ez fog történni. A magyar nyelvben a meg, az összeadásra, a pluszolás, tehát a még többre. Tehát egy meg egy, az kettő. Tehát, hogyha ott van a megszócska, az többíti, többletet ad annak a dolognak. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mondtam,
az egy kevésbé hangsúlyos, mint azt mondtam, hogy megmondtam. És hogyha azt mondom, hogy nem megmondtam, akkor nem az lesz, hogy nem megmondtam, hogy megmondtam, hogy az lesz. Tehát eleve tolja arra felé, hogy az valósuljon meg, amit mi nem szeretnénk. Tehát a negatív dolgok megvalósulása felé tolom az egész szóhasználatommal. Ezzel szemben, hogyha a megoldásra fókuszálok, és ezeket a nem, meg az egyéb tiltószavakat úgy, ahogy te is említetted, hogy menjünk inkább arra. Tehát amikor terelgetem, adok egy másik alternatívát, adok egy fényesebb, egy szebb, egy sokkal emberközelibb megoldást arra a szituációra, vagy kevesebb fájdalommal járó megoldást, vagy a tanulás felé vévőt, amit mi tudunk, hogy ez az ő tanulási folyamata lesz, ő még nem tudja, akkor az könnyebben fog menni, mint az állandó tiltás. Ott van a szülő, aki most hallgat bennünket, és úgy dönt, hoz egy döntést, hogy én ezt kipróbálom, mert talán megéri. És rááll erre az útra, elkezd így kommunikálni, és folyamatosan észreveszi, még az elején, hogy állandó akadályokba ütközöm, mert elképzeltem én ezt, hogy majd jól fog menni, de 10 mondatból 9-szer kudarcot vallottam, mert mindig annyira használom ezeket a szófordulatokat, mert beleivódott a saját rendszerembe. Mert ti szülőként is úgy nőttetek fel gyermekként, mi is felvettük ezeket a mintákat. A különbség az, hogy valaki hoz egy döntést, tehát van szabad akaratából dönthet úgy, hogy a saját tudatosságának a minőségében, a saját ember minőségében áll a kommunikációjához, és akkor én azt mondanám, hogy igen, lehet, hogy 10-ből 1-szer sikerül, aztán gyakorlom, aztán 10-ből 2-szer, 3-szor, és ez az 1-2-3, az viszont egy valódi belső sikerélmény, ezt mi tudjuk, hogy mekkora kincs, az mekkora érték, és aztán előbb-utóbb az elme, tehát a mi számítógépünk is a kompjúter, én úgy tapasztalom, hogy rááll erre, tehát ugye a pszichológia azt mondja, hogy kondicionálás, kondicionáltság, rááll a rendszer, és megéri ezt csinálni. Mert ezzel is ugye megint egy ugyanolyan mintát adtam, hogy saját magam felé is megoldás-centrikusan álltam, a saját akadályoztatásomhoz, hogy nekem nagyon nehéz mondjuk például egy ilyen kommunikáció, mondja ezt egy szülő. De rááll, hoz egy döntést, és elindul ezen az úton. Én ezzel azt akarom mondani, hogy teljes szívemmel támogatok mindenkit, hogy tényleg érdemes ezt csinálni, és sikernek könyvelni, a sikernek élni meg, amikor egyszer-egyszer már ez tényleg célt ér, ahogy te mondtad a sapkát. Tehát, hogy csak annyit mondd hozzá, hogy nézd, tudod, nagyon szereted ezt a színt, jó puha meleg a fülednek, de jó lákincsem, tessék, menjél. Tehát, hogy lehet, hogy csak ennyit számít, és már akkor esetleg elkerülhetünk egy olyan programot, hogy ez a megfázol, ha nem veszed föl, mert beprogramozzuk, és tényleg esetleg lehet egy meghülés, mert megrémül a gyerek utána, hogy nem tudom, nincs rajtam sapka, és eszébe jut. Lehet mögötte esetleg egy ijegységi rémület, hogy nem teljesítettem azt a parancsot, amiatt megijed, megriad, nem tudja hová tenni, még nincs abban a differenciálásban, hogy ő különbséget tegyen, hogy most az igaz, nem igaz, ő az ő életében hol áll ezekben a dolgokban. Ráadásul egy omnipotens szülő mondta azt, hogy meg fogsz fázni, és akkor már várja, hogy hát azt mondták nekem, hogy meg fogok. Mikor következik be? Igen. Két dolog jutott az eszembe, egyik az, hogyha mennél többször gyakorolja a másfajta kommunikációt az ember, akkor úgy válik a saját maga részévé is. Mm-hmm. És abban a pillanatban, mint a saját magam részévé válik, és önazonossá válok abban a szituációban, abban a kommunikációs formában, na akkor kezd el működni a dolog. A másik, ami még eszembe jutott, az a családi minta. Tehát azon a szenvedésen alapuló családi minta, amiből a legtöbben jövünk. Tehát az alap az, hogy valamit láttunk a szüleinktől, nagyszüleinktől, vagy az epigenetikai állományunkban őrzünk még a dédszülőktől, ükszülőktől, szépszülőktől, meg se tudjuk mondani, hogy miért. Már nem is ismerjük azokat az embereket, de mégis jönnek az üzenetek, és bennünk vannak azok az üzenetek, azok a sémák, amik mentén élünk,
és ezek annyira mélyen berögződnek, és nagyon sokszor a fájdalomra épülnek. Mint hogyha, mint például az, hogy meg fogsz fázni, ez is a fájdalomra épül, hát megfázni rossz, betegnek lenni rossz. De mégis ezzel a fájdalommal riogatnak, hogy ezt próbáld elkerülni azzal, hogy vedd fel a sapkát, de valójában a fájdalmat rögzítik be továbbra is a rendszerbe. És abban a pillanatban, amikor az ember azt mondja, hogy na, ebből elég volt, és miért ne lehetne a naposabb oldalt nézni, akkor tud elkezdeni másképpen kommunikálni. Tehát, hogyha saját magának, tudod, nem szeretnék csapongolni, csak annyi minden eszembe jött, szóval, hogy addig, ameddig valakinek azt mondják, hogy például egy súlyos betegsége van az egyik szülőnek, és azt mondják neki a környezetéből, hogy a gyerekeid miatt ezt meg kell tenni, a gyerekeid miatt túl kell élni. És akkor jön a szülőben a lelkiismeret furdalás, hogy jaj, Úristen, hát most a gyerekeim miatt kell ezt megtenni. És abban a pillanatban, amikor jön ez a felszabadító élmény, nem, valójában saját magam miatt kell megtenni, mert ha én jól vagyok, akkor a gyerekeim is jól lesznek, és a környezetem is jó lesz. Tehát igenis, hogy ez nem önzőség, hanem magamat kell rendbehoznom, és akkor ez megy kifelé. Tehát, hogy én magam önazonos vagyok. Én magam tényleg elhiszem, hogy van helyem az életben, és a gyerekemnek is van helye az életben, egy jó életben, akkor majd elkezd működni a dolog. Szerintem ez egy nagyon jó példa, amit most mondasz. De ez egy munka, ez egy belső munka, és olyan, mint ami az edzőterem. Tehát, hogyha én edzőterem kontra otthoni edzés, vagy sport. Igen, tehát hogyha én jól akarom érezni magam a bőrömben, akkor tudom, hogy ahhoz egy megfelelő testi állapotban kell lennem. Tehát a sejtjeimnek, az izmaimnak, mert hogy most pillanatnyilag egy anyagi testben vagyok. De nem akarok elmenni feltétlenül edzőterembe, mert én engem nem azt tart egyben, hogy én heti kétszer, vagy minden nap, vagy mit tudom én hányszor elmegyek az edzőterembe, mert egy belső rendszer tartja életben azt, hogy én minden nap, reggel vagy délután megcsinálom azt a gyakorlatsort, ami nekem jó, amivel önazonos vagyok. És akkor itt kikerül az, hogy megfeleljek a kis Pistának, akire azt tudom, kicsoda, hogy gyúrja magát az edzőterembe, vagy az összes többi nőnek, akinek mit tudom én, milyen ruhái vannak, és abban edzenek ott, mert ez már nem meghatároz engem. Kilépsz ebből, nem az vagy. Igen. És ez az önazonossághoz akár a gyakorlatban lehet azt is társítani, hogy most egy picit esetleg egy ilyen gyakorlati útmutatóról is beszéljünk, hogy nem csak a gyermekkel való kommunikációba lehet ezt gyakorolni, hanem hazamegyek, és akár a férjemmel, vagy drága férfi társak a hölgyekkel párkapcsolatban lehet gyakorolni, hogy elkerüljük a tiltást állandóan, a nem-ne szavak rendszerszerű használatát. Tehát, hogy a gyakorlópálya az szabad embertársainkkal, egymásként, tehát, hogy mint partner a partnerrel is, mennyivel építőbb, hogy úgy beszélgetünk egymással, hogy tényleg előrevívő. Igen. Tehát, hogy a gyakorlópálya az gyakorlatilag végtelen, nem kell ráfókuszálni, hogy te is mondtad, hogy a gyermekemért teszem, nem kizárólag a gyermekemért teszem, hanem önmagamért, mert ahogy fogalmaztál, és szimpatikus a gondolat, hogy önazonos leszel azzal a belső igényel, ami egyébként fizikai formában itt hangrezgésbe kijön, mint kommunikáció. De hát az igazság az, hogy belül van egy azonosság, tudat, egy tudatosság, egy döntés, és ugye ezt bárkinek szabad akaratából, jogában el meghozni ezt a döntést, hogy változtat. Igen. Tehát a változás az szabad akaratból meghozható. Igen, és ez egy út, tehát ez nem csettintésre megy. Igen, és van, aki 20 évesen megszerzi ezt a képességet, vagy ezt az egészet, van, akinek később sikerül. De ha a szülők ezt használják, alkalmazzák önmagukat is, önmagukon is dolgoznak, akkor a gyerekeiknek sokkal rövidebb idő alatt sikerül eljutni egy ilyen állapotba. Tehát itt azoknak az embereknek, akik most 50-60 évesek, és eljutottak egy ilyen állapotba, mert sok tapasztalat és sok önmagunkon végzett munka után mondjuk az unokáikkal már tudnak így kommunikálni, vagy a munkájukban tudnak így kommunikálni, ők sokkal nehezebben jutottak el ide, hiszen az önmaguk megdolgozása árán nem voltak, kevésbé voltak kapaszkodóik. Ha viszont
az ő unokáik vagy gyerekeik már ezt a mintát látták, mert hiszen a gyerek az mintakövető, ő nem azt fogja csinálni, mint már ezerszer elmondtam, hanem azt fogja csinálni, mint lát. Akkor megkönnyítjük a következő generációknak a sorsát. És az lenne a jó, és az lenne jól látni, hogy tulajdonképpen még azoknak a generációknak a sorsán is dolgozunk, akik még petesejt állapotban vannak, vagy még ott sem. Lehet, tehát, hogy ennyire, igen, ennyire ki kéne tágítani az időteret, vagy az időtlenség terét, mert mit tudom én, van-e idő egyáltalán. Szóval azt a rendszert, amiben vagyunk, azt a végtelen rendszert, ezt így kéne tágítani, hogy azokért is teszünk, miközben magunkon dolgozunk, akik még sehol anyagban sehol sincsenek, tehát még genetikai állományban sincsenek. És ez eltölthet egy félelemmel, vagy eltölthet egy megnyugvással, hiszen a végtelenséget és a rendszert hozza be. Tehát, hogy ebben a nagy rendetlenségben, amiben most úgy tűnik, hogy vagyunk, valójában van egy nagyon pontos rendszer. És a rendszernek az elemeit a mi anyagban eltöltött életünk mindennapjával ismerjük meg. Tehát ez a film, vagy ez a színdarab, ha úgy tetszik, egy végtelenített színdarab, amiben bekapcsolódtunk most. De ez volt, ez van, aminek mi része, és lesz örökké. És a mi kicsi életünkben, abban a 70-80 vagy 100 évben, amit itt töltünk, ezeket a képkockákat ismerjük meg. Bekapcsolunk, kinyitunk egy ablakot és belenézünk. De attól függetlenül, hogy hiszek-e benne, vagy nem hiszek, meg kell se hinni. Ez létezik, ez van. Attól még a természeti törvények dolgoznak, az univerzum, a multiverzum, a világegyetem dolgozik, és van úgy, ahogy van. A teremtés dolgozik tovább. Igen. És hogy milyen jó gondolat ez, hogy tényleg tehetünk azért, hogy a jövő nemzedéke, a saját családunk, tehát itt akár a saját családunkról beszélünk, ahogy mondtad, hogy az unokáink, a majdani dédunokáink már sokkal könnyebben tudnak az életben helytállni, elindulni, vagy akár ha csak annyi könnyebbséget jelent, hogy neki már nem kell mondjuk egy karaktermaszkot fölvenni csak amiatt, mert nem volt azonos az az adott szülő azzal, amit mondott, vagy ahogy te, már az egy óriási segítség. Köszönöm szépen, hogy ezt a beszélgetést, és reméljük, hogy hasznos volt számotokra is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.